Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi az ő szív üzenete? Egy szerelmi jóslás. Először megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Itt Anna azt jelenti, hogy megvan nála ez a varázslatos, erős kisugárzás. Azon kívül jelenti a sikereket, azt is, hogy itt kiderül az igazság, ő tisztán látja a dolgokat, vagy szeretne valamit tisztázni veled. Az ő jelenlegi helyzete. Itt a kereszt utalhat vallási témákra, de azt is jelentheti, hogy a sors utatok kereszteződött, és van köztetek egy ilyen kármikus vagy lelki kapcsolat. Még mindig az ő jelenlegi helyzetét tekintjük meg. Itt lesz egy közös életút, amit ő tervez, és itt kivirágzik valami. Jelenti a döntéseket is. Ugyanúgy, mint a keresztnél, hiszen ő elérkezik most az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Jó döntéseket fog hozni, hiszen tisztán látja a dolgokat. És itt van az út előtte, ez is jelentheti a döntéseket, vagy egy közös életutat. És mit közöl veled? Ez a kasza azt jelenti, hogy ő elvág valamit. Tehát elbúcsúzik valamitől vagy valakitől. Ezek lehetnek félelmek, ezek lehetnek bizonytalanságok, vagy kapcsolatok, ahol ő elvágja a kaszával ezeket a kapcsolatokat. Tehát válás látható itt a képen. Ő nem tőled búcsúzik el, hanem másoktól. Mit közöl veled? Itt a könyveknél tanulásról, tudásról van szó. Lehet, hogy lesz itt tanulás, iskolázás, továbbképzés, de a könyvek jelenthetik a titkokat is, ilyen rejtett dolgokat, hiszen nem látjuk azt, hogy mi áll benne. És mivel a kasza elvágja ezt a zárkózottságot, akkor az azt jelenti, nyitottabb lesz most érzelmekről beszélni. A szív üzenete. Itt a háttérben látható ez a lilium virág, ami utal a tisztaságra. Tehát ő ártatlan, vagy tisztázni akar veled valamit. A Lenormand kártyáknál ez a virág jelenti a szexuális kapcsolatot is. És mivel az volt a kérdés, hogy mit közöl veled, akkor ő beszélni fog erről. És ez a madár jelenti a büszke tartását, vagy a te büszke tartásodat. Ő elbúcsúzik bizonyos személyektől, és átteszi magát a félelmeken. Ő múltban zárkózott volt, de most nyitott lesz érzelmekről beszélni. Ami tetszene neki, hogyha itt lennének beszélgetések bizonyos témákról, és ehhez tartozik ez az intim kapcsolat. Amit a könyvek jelenthetnek, hogy valaki eltitkolt előle valamit, és a kasza elvágta most ezeket a titkokat, és ő tisztázza ezt a helyzetet, mivel itt arról van szó, hogy mit közöl veled, ő beszámol erről. A jövő. Ami a közeljövőt illeti, itt vannak még fájdalmas emlékek, vagy nála, vagy nálad, vagy mindkettőtöknél.
De itt a remény, amit ez a hajó szimbolizál, hogy tisztázni tudjátok ezeket a dolgokat, elmúlnak ezek a fájdalmak. Amit a hajó még jelenthet, külföldi kapcsolatok vagy utazások, ezek lehetnek internet kapcsolatok is. Vagy ami kettőtöket illeti, tehát a szerelmet, a párkapcsolatot, ez egy belső út, egy lelki utazás, hiszen ő a lelki társad. Itt ez a medve jelenti az életerőt, mégpedig azt, hogy ő ad számodra erőt, vagy fordítva te adsz számára erőt. Itt a közeljövőben még vannak fájdalmas emlékek, de ezek elmúlnak, hiszen itt van a remény, és lesz egy közös életút. És ez a közös életút, ez a lelki kapcsolat mély érzelmekkel erőt ad neked, erőt ad neki, erőt ad mindkettőtöknek. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!